adjon Isten mindenkinek, a mai videóban egy 10 évvel ezelőtti videót elevenítek fel, ugyanis ebben a kőfalban úgy értesültem, hogy van egy Concordia fedezet. Itt átnéztem, de valahogy nem találtam meg, és akkor is ugyan a napszaknak megfelelően voltam, és azért nem láttam észre, mert a nap az pont szembesüt, és az a Concordia felirat, amit kerestem, az pont az árnyékos oldalon van, mégpedig itt. Az egész kő szélessége nem éri el a 60 centit, a vésett mélysége egy ilyen keretben van benne, rá van vésve, így látható, hogy egy pillanat. Kicsit beállítom a kamerát. Lehessen látni, egy kis fényt próbálok varázsolni. Tehát itt van a C, O, N, C, O, R, D, I, és egy A betű. Az A betű az vízszintesen van vésve, az összekötője. Ez azért érdekes, mert akik építészek, azok tudják, hogy az A betűt, ha az alsó sarokból így felfelé húzzák, azok általában az építész szakmához konyítanak, nem keveset. És itt van, hogy concord, dia. Az egész a kitjábbi a magassága majdnem 20 cm, a betű karakter magassága az 6 cm. Egy picit jobbak a fények viszonyok akkor, ha teszem a kezemet. Így. Hát röviden, tömören ennyi a kirándulás. Még egy kis érdekesség, hogy itt a másik oldalán, itt a sziklának a túloldalán is van egy bevésés, ami igazándiból egy bontásra mutatja meg, hogy itt egy valami éket megpróbáltak betolni, vagy leforgassák, vagy felrobbantsák, de egyelőre megmenekült a kő. Nem tudjuk, hogy mikor ez a kő, mikor és ki véste ide, de ez egy ilyen andezit a terület, tehát ez egy andezit jellegű kőbe van belevésve Concordia. Isten áldjon benneteket!